Sziasztok, üdvözletem innen Balatonfűzföldről. Szintén egy vonalba járós videó készülődik. Itt jelenleg egy már felszedett, csak a nyomvonalba létező iparvágány fog bejárni, amelyik a nitrokémia területére vezetett, illetve a Vilonya Királyszent István állomástól kiágazó iparvágányhoz csatlakozott, amit már a múltkori videóban úgy érintőlegesen láthatok, amikor Hajmáskertől sétáltam Papkeszi felé. Itt van már a mögöttem Balatonfűz felállomás, ugye meg is mutatjuk. Most éppen ellenfény melegként Balatonfűz, itt van a felvételi épület. A három részes BZ az nemrég ment el. BZ szerelvény és két pótkocsi volt az összeállítás. Ugye itt látjátok a rakodót, és ebből a rakodó vágányból ágazott ki a fűzfőgyár telefelé vezető nitrokémiai parvágány, ami 2005 környékén még megvolt, de már akkor sem használták, hogy valamikor a későbbiekben szedhették fel. Erről most pontos dátumot nem tudok. De ha minden igaz, akkor itt a kiágazást még meg lehet találni. És itt egyébként egy közút mellett, gyakorlatilag egy mellékutcán haladt, de majd ezt mindjárt megnézzük, hogy találunk-e valami nyomot, ami arra utalít iparvágány volt. És egyébként valószínűleg a nyomvonal az még végigjárható. Mit találunk még a vágány nyomaiból? Közben néha nézem a térképet is, mert egyébként innen... Szóval ezúttal még köszönetet kell mondani, és hát igazából a reklámot is megérdemlik, az Elveszett Sínek Magyarországon nevű oldal, ahonnan le tudtam tölteni telefonra a térképet, ahol be van jelölve a teljes nyomvonal a vágánynak. Úgyhogy ez alapján már reméletileg meg fogjuk találni. Úgyhogy majd időnként nézni kell a telefonon a térképet is. És egyébként ide érkeztünk most a rakodóvágány végére. Ugye meg is mutatom nektek. Így szépen ugye kiágazik itt az átmenő vágányba. És egyébként úgy látom, hogy egy vörös négyzettel ez a vágány ki is van zárva. De már mindjárt megnézzük, hogy az ott milyen tábla, de aminek most a hátulját látom ott előtte, de szinte biztos, hogy az egy vörös négyzet. Viszont a vágányzáró soronpó az, mint a gyanúsan új lenne. Hát meglátjuk, mindjárt megnézzük. De szinte biztosra veszem, hogy ez itt egy vörös négyzet. Vagyis hát ugye járhatatlan pályaként forgalomból kizárva. De megnézzük. Igen, ez egy vörös négyzet. Ez eddig elhaladtunk az útátjáron túlig, viszont a kiágazás is ott lesz, mert a térkép ott jelőségét. Van itt egy málvoxos doboz. Hát nem tudom, hogy ilyet láthatok-e már közelebbről. Ez egy ilyen vasúti hangos beszélő, forgalmi irodába lehet beszólni. Tehát szerintem az F az, amelyik a forgalmi irodához kapcsolat, a T pedig szerintem a térhangosító lesz, de most nem nyomkodjuk, mert forgalmi is, nem biztos, hogy örülne neki. Elvileg akkor ezen az átjárón át kell jönni, és akkor itt fog valahol kiágazni. Az a bizonyos iparvágány. Tehát a térkép is úgy jelölte, hogy az átjáró után. Valahol. Tehát szerintem itt valahol kéne a kiáltatásnak a nyomát megtalálnunk. Próbálom megmutatni, látjátok, tehát most akkor itt állunk, és akkor a térkép is azt mondja, hogy a kiágazás itt volt, itt átment a főúton, és aztán itt a József Attila utca mellett haladt tovább. Úgyhogy szerintem, de közben még egy busz is jön. Tehát ha jól gondolom, akkor itt volt valahol a vágány. És itt ment át az úton, és akkor ott, ahol az a csónak van nagyjából, meg az a hajó, na valahol ott kellett, hogy menjen, és akkor elvileg itt kellett valahol átmenni az úton. Na hát annak valószínűleg már semmilyen nyomát nem fogjuk találni, mert valószínűleg itt már újra lett aszfaltozva, és az átjáróból a sineket ki is szedték. Úgyhogy egyre majd, aha, de viszont itt egy talfa. Hát szerintem jó nyomon vagyunk, mert ez itt egy talfa. Sőt, nem is, csak egy talfa. Tehát biztos, hogy valahol itt kellett átmenni az úton, tehát szerintem valahogy így jöhetett. Itt a kiágazástól. Tehát már mindjárt megpróbálunk valahogy átmenni az útnak a túloldalára, igen, és látjátok, itt egy talfa. Közben megint elment egy busz, de ez pedig itt egy betonaj. Tehát ez nekem gyanús, hogy szerintem itt volt valahol. De most átmegyünk,
ezt a lehetőséget muszáj kihasználnunk, hogy itt át tudunk menni. Hát közben átjöttünk az úton, és szerintem valahogy így egy ilyen ívbe fordulhatott rá. Mert ha itt megnézitek, itt is van egy-két ágyazatkő maradvány. És szerintem itt jöltett a vágány. És így egyenesen tovább. De mindjárt ránézek a térképre, hogy a feltevés jó, de ugye az ott a főút, arra megy, és a térkép is azt mutatta, hogy erre kell tovább menni. Tehát mondom, hogy szerintem itt ahol most az a csónak van, itt ment régen a vágány. De majd mindjárt keresünk valami nyomot hozzá, hát ha sikerül találni. De mondom, hogy szerintem ez lesz az. De nem hiszem, hogy bármilyen nyomát még itt meghagyták volna, bár lehet, hogy egy-két kószatalpát, vagy olyasnak egészért kavics maradványt találunk. Ja, mert és innen meg a talpákat általában azt felszokták szedni, kivéve, hogyha nagyon mélyen van a talajba, vagy ha nem éri meg már kiszedni a nagyon korhattakat, azt hagyják ott. Viszont a kavics ágyat, vagy itt az ágyazatköveket nem nagyon szokták felszedni, mert az már azért nagyobb meló. Ahó, és na, most már biztos, hogy jó nyomon vagyok, mert valamit ott látok a háttérben, de ezt majd nektek akkor fogom megmutatni, hogyha már közelebb értem. Ezt nézzétek, mit találtam. Ez egy Integra Constater Bisbergnek a része. És itt van egy-két betonaj. Tehát szinte biztos, hogy itt ment a vágány, és azt nézzétek meg. Ez pedig a jelző, tehát ez a bejárati jelző lehetett. Valószínűleg, hogy innen a sinekáltal mindent eltakarították, viszont a jelző viszont itt maradt, mert és azt nézzétek. Ne, ez mindjárt akarom szemből is, és még egy-két, szerintem egy-két részét még ilyen bazalt ki, az itt maradt az ágyazatból, de ennyi. Más emlék a vasútnak itt már nem maradt. Na hát így, ez a baj pont ellenfényben van, de nézzétek meg, itt van a jelző. Szerintem ezt majd akarom jó oldalról is lekapni. Ahol nincs ellenfény, de szétált, és látszik, ez bizony egy bejárati főjelző, ott van az hívójelző és kivezérlő. Yeah. Többé, és itt van minden. Na, nézzétek meg innen oldalról. És ezt nézzétek, mondom, a vasútból ennyi maradt az ágyazatból a kövek. De itt egyébként követi ezt a Nellék utcát. Végig, úgyhogy innen nem lesz probléma a vonalbejárással, hát majd amikor bemegy az erdőbe, ott a következő közút után, hát majd akkor esetleg. Ellenfele még valami bicikli út is megy, úgyhogy ebben hát valameddig még biztos járható a környék, és egyébként innen jöttem, csak hogy megmutassam. Bizony az egy szem jelző az ott padott. És ellenfele a folytatás, következő átjárónál. Hát itt is már csak az ágyazat van meg jól kivehető a töltés, de itt még egész jól járható, de szerintem inkább átmegyek ide mellé a közútra, mert azt nézzétek, ott mi van. Főleg, hogyha ezen a vizes árkon sikerül valahogy átjutni. Ezt hallgassátok. Ilyen az, amikor beleugatnak a videóba. De annak micsoda hangja van. Főleg annak az... Jó, ott a kisebbek. Ott a kisebb kutyának van olyan hangja, de... De mintha nem lenne megolajozva és ikorognak, olyan hangja van. Nem semmi. Jó, nyújtom, de itt nézzétek, itt van a töltés mellettünk. Hát itt eléggében nőtte már a gaz. Yeah, az űrszelvény, de azért az ágyazatból maradt bazalt kövek mutatják, hogy merre ment. Úgyhogy itt még vissza egész jó. Az elmaradhatatlan kőműves aktimel, az találkoznék, hogyha ilyen azért pálya mentén nem találnék egyet se. Úgyhogy ez nyire. Hopp, és ott a következő. Kőműves aktimel, délig tartó lendület.
és ahol az ágyazatot felhasználták, jó alternatív módon, ebből épült a kocsibejáró. Ott pedig át lett vágva a töltés miatta. Ez az. Hát itt valószínűleg vonat már többet nem fog járni. Bár igazából ez kerülő utak egyébként. Jó lett volna meghagyni a 29-es meg a 27-es között. Meg régebben talán volt is olyan terv, hogy ezen a vágányon keresztül a 29-es forgalmát elterelik a 27-es fele. Úgyhogy ugye Vilonya fele, és akkor ott mehettek volna a vonatok egészen Lepsényig. Ugyanúgy, vagy hát ugye Csajágig, mert Csajágnál visszatérettek volna rendesre. És akkor így lehetett volna kiküszöbölni ott a löszfal problémát, ott Balaton akadatja környékén, meg ott Kenesénél, ahol ott a löszfallal mindig probléma volt, hogy az instabil. És akkor az a vonal működött volna tovább szárnyvonalként, és a, vagy hát ilyen, csak egy-két vonat járt volna, a többi pedig ugye itt errefele, ugye hosszabb úton, de esetleg gyorsabb olyan, de voltak ilyen tervek is, hogy itt a forgalmat errefele elterelni, csak hát ilyen, ez nem, valószínűleg nem fog megvalósulni, mert ide a vasút az visszaépíteni nem lenne egyszerű. És egyébként itt a kint van a Zsák utca tábla, tehát előbb-utóbb ez a mellette lévő utca meg fog szűnni, és nem biztos, hogy a töltés mentén tovább lehet egyszerűen haladni, de minden esetben megpróbáljuk. Ezt nézzétek, itt megy tovább a töltés, egyébként még egész jól járható. Itt le is megyek, aztán megyek inkább ott. Látszik, hogy erre itt télen nem nagyon van erre forgalom, szerintem még tavasszal se. Az összes kutya meglepődött rajta, hogy jár itt valaki, és közben veszettől kommunikálnak egymással. De hát itt azért látszik, hogy itt valaha vasút volt. Ezt nézzétek, találtunk egy szelvénykövet is. Már lekopott róla a kiírás, de van egy szelvénykő, és valószínűleg itt lett majd az utca vége. De itt viszont legalább jól ki van pucolva az űrszelvény, úgyhogy remélhetőleg ez így is marad, majd azután is, miután a... Ja, van, és hoppá, és úgy látom, ott van az előjelző is. De ezt majd közelebb megnézzük, de szerintem az pedig az előjelző lesz. És bizony ez itt az előjelző, tehát ott is van, hogy CEJ. És bizony ez volt a bejárati előjelző. És lassan egyébként vége itt a párhuzamos közútnak. A térkép is azt mutatja, hogy itt még lesz egy átjáró valahol itt a főútnál, és utána hamarosan ez az útnak ez véget is ér. Tehát remélhetőleg, hogy legalább ennyire járható marad végig a pálya szakasz, és akkor nem lesz gond a bejárással. Hát mert hogyha bozótharc lesz, akkor nem biztos, hogy azon végig tudok menni. De hát ott ahol ez a két kamion elment a háttérbe, látjátok, ott már ott van is. És szerintem ott lesz egy szelvénykő. Ide látom. Úgyhogy szerintem az egy szelvénykő lesz. Érdekes lenne egy videót megnézni arról, amikor ez a vágány még aktív volt, és még vonat járt rajta. Ez valószínűleg egy szelvénykő lesz. De már nem látszik, hogy mi van rajta. És akkor itt látjátok, hogy az útnak itt a vége, a térkép jól mutatta, ugye mellette ez itt egy temető, gondolom azért lett eddig kiépítve. A töltés viszont itt jött. De innen egy földút még azért megy beljebb, tehát viszont ezen az úton itt el, tehát ez az úton akkor később épületett ide, mert térkép azt, ahol ha, és szerintem ez egy betonajnak a maradványa. Tehát azért itt, hogyha figyelmesen mászkálunk, akkor még lehet itt találni nyomokat arra, hogy itt vasút volt valaha. Viszont valószínűleg akkor ez a közút ide később épületett, és akkor így ketté vágták itt a vasúti töltést vele. Hát meglátjuk. Mert az térkép azt mutatta, hogy itt egyenesen ment tovább. Tehát itt azt mondja, hogy nyíl egyenesen, és majd a végén lesz egy hudok, amikor besatlakozik a még most is létező iparvágányba itt a fűszőgyártelepen. De most kihasználva, hogy nem jön éppen semmi, gyorsan átcsalunk. Aha, és akkor azt nézzétek meg ott az erdőbe, az út befele. Hát, 72-es út van itt erre. Hát akkor valószínűleg ez az út, ez ilyen elkerülő, hogy vasodon lehet, de később épületett ide. Mert valószínűleg a 72-es út az már korábban is létezett, esetleg más nyomvonalon ment, vagy lehet, hogy volt egy útfelújítás, aztán akkor túlszák itt le. De mindesetre a vasút az biztos, hogy arra fele ment.
Hát az így nagyon adja magát, hogy ez a... Ez az út itt az erdőbe. Csak ez a sár, ez baromira csúszik. Hopp! Jól van. Sikerült átjönni. Igaz, hogy rámlagadt egy kiló sár, de sikerült. És akkor most ez az erdei út befele. Mindjárt ránézek a térképre, de... Szerintem itt volt a vasút, tehát ez annyira adja magát. De ezt mindjárt megnézzük, de... Így viszont legalább szerencsék van, mennyi legyenesen tudunk haladni. Ja, és egyébként ott van egy turista jelzés is, tehát... Valószínűleg alternatív hasznosításként megmaradt, miután a vasutat felszedték, befogták ilyen erdei turista útnak. Végülis, mivel nyomvonal már megvolt nagyon, nem is kellett sokat vesződni vele. Na és akkor sikerült az árnyékra vetődés tipikus esetét produkálni, mert nem az erdei út lesz az, hanem ez volt a vasúti töltés. De hát innen már látszik is, hogyha megindulunk erre, hogy látjátok, az ágyazatkövek itt vannak. Kicsit benőtte a gaz az űrszelvény, de most még viszonylag jól járható. Meg nincs annyi szúrós növény. Úgyhogy talán most egy mérsékeltebb bozót harccal megúszom, mert ráadásul az erdei út az egy ilyen, csak ilyen enyhe években ugyan, de elkanyarodik. A vasúttól, tehát megint csak nem nyerő. És ez teljesen tévúzna vinne, viszont itt egy darabig egyenesen megy. És majd egy ilyen évfézét ívbe fog becsatlakozni a most is létező iparvágányba. Úgyhogy hát harcolunk a bozóttal. Aztán meglátjuk, hogy még remélhetőleg végig tudok rajta menni. Hát látjátok, ilyen a terep, ez még egész jól járható. Mondjuk azokhoz képest, ahol ugye egyébként mászkáltam. Mert nem egy helyen. Na ezt nézzétek. Ez nem tudom, hogy a vasúthoz tartozott-e, vagy sem ez a karó, de sehát nem semmi. És egyébként innen meg nézzétek meg, hogy a terep az valahogy sokkal jobb. Ott egy szelvénykő. Egy ötös van rajta, ha jól látom, de eléggé kikopott. De haladunk. És itt meg olyan, mintha tisztán tartanák az űrszelvényt, bár nem igazán értem, hogy minek. Nem hiszem, hogy komolyan számolnának ezzel, hogy itt valaha is újra vasút lesz. Pláne úgy, hogy valamiért ezt így sürgősen föl kellett szedni. Legalábbis a sineket meg az aljakat, azokat látszik, hogy fölkapkodták, de valami oka biztos volt rá. Mert általában nem szokták, mert ugye az csak pluszköltségekkel jár, és akkor inkább úgy van, hogy hivatalosan csak szünetel a forgalom, de a vasúti pályát meghagyják. Hát meglátjuk minden esetre. Innen látszik, hogy nyíl egyenesen lehet haladni, és addig járható is a pálya, szóval menjünk csak tovább, aztán meglátjuk, hogy mi lesz a végén. Na és ezt nézzétek. Egy-két tolfa, ez valószínűleg még a vég a vasútból maradt. Valami ezeket itt hagyták. És akkor ezt nézzétek. Hát valaki ide leszólt egy csomó betonaljat, csak így. Hát most ezt nézzétek meg. Hát nem semmi. És ráadásul ezek ilyen, nem is a szokványosabbak, hanem hát a szokványosban betonaljnám, de picit nagyobbak is lennének. Szebbak. Hiányzik belőlük a tipli, az látszik. De így legalább így van, mint lépkedni. Hoppá. És ez így, úgy látom, hogy ez végig megvan. Valami eddig tartott a nagy betonai felszedés, vagy lehet, hogy eddig betonaljas volt, aztán talfás, aztán igazából a talfákat felszedték, mert mit tudom én, jó lett tüzelőnek, vagy valaminek esetleg, a betonaljakkal meg nem tudtak akkor mit kezdeni, és inkább itt hagyták. Meg hát ezeket nyilván nehezebb is elvinni, mert ugye, hát már azért is csak már nehezebbek. Egy ilyen betonalj az legalább ilyen 200 kiló van. Talfa meg azért jóval könnyebb.
meg az könnyebb mondjuk több felé vágni akár a helyszínen is. De nem semmi, minden esetre így ezeken tudunk most haladni. De mégis csak jobb ezeken sétálni, mint a bazalt kövön. Na, itt van egy, amelyik nincsen felfordítva. Na, nézzük, hogy van rajta egy 49-es szám, tehát lehet, hogy 49-es. De a jelölés az meg már teljesen lekopott. De igazából azt sem értem, hogy miért fordították föl, bár az lehet, hogy ahogy szedték fel a sínt, úgy nem tudom, milyen eljárással szedhették itt a síneket, aztán lehet, hogy ahhoz volt szükség, hogy így mindegyik meg legyen fordítva. De esetre nem semmi. Na, de haladjunk tovább, hát a terep az járható. És eddig tartott a betonaljas rész, innen már egy kupaszban vannak itt rendezve. Hát a jelzés ezen se látszik. És valahol a környéken van egy helikopter is. Ezt nézzétek. Lehet, hogy egyébként innestől, hogy csak ez a középső szakasz volt betonaljas, a többit alfa, és akkor valószínűleg csak a alfákat vitték el, a betonaljakat meg nem. És akkor ezt nézzétek, előjött. És innen haladunk tovább. És itt már a pályatesten, a volt vasúti pályatesten már van egy erdei út is, legalábbis itt biztos, hogy közúti járművek is járnak a nyomokból ítélve. De az ágyazat az ugyanúgy megvan még. De innen már egy picit jobban járható. Vagy akkor lehet, hogy ezért szedték fel idáig a téket, a betonaljakat is, aztán dobálták oda. Bár nem hiszem, mert akkor meg... Hogy ne. Akkor meg az ott lévőkkel mit csináltak. Mindenesetre most már innen kicsit jobban tudunk haladni, és elvileg ott a háttérben már az ív látszik, ahogy ugye ráfordul a már meglévő vasúti nyomvonalra. De hát majd kiderül, hogyha odaérünk. Egyelőre úgy látszik, hogy jól járható, és innen egyenes. Még lehet, hogy egy-két szelvénykövet vagy ilyesmit fogok találni, de szerintem más már nem. Na, hát a helyzet változatlan. A vasúti töltésen, de itt már biztos, hogy közúti járművek is mennek, ugyanúgy. És hamarosan közelítünk az ívhez, sőt már benne is vagyunk félig, mert ha megnézitek, akkor látjátok, hogy onnan jön. Tehát már félig az ívbe is vagyunk, és ez az ív, amelyik ráfordul a ténylegesen és üzemelő vasúti vágányokra. Hamarosan. Hát akkor megérkeztünk ide, és ilyen látjátok, hogy betonalj, tehát még mindig jó fele megyünk, de hogy pontosan, hogy ez erre vezetett a töltés, vagy erre, tehát innen már végképp már eltűntek a nyomok, viszont itt van ágyazat, tehát szerintem inkább ez lesz a jó irány, de itt már meg kell esni a térképet, mert én úgy gondoltam, hogy belefutunk az üzemelővonalba, és akkor egyszerű lesz, de most itt kint vagyok a nyílt telepen, és így nem tudom, hogy merre kell menni, úgyhogy ezért jó, hogy van nálam térkép, úgyhogy mindjárt meglessük, és megyünk tovább. Egyébként az erdei út az meg arra vezet, de szerintem az nem jó, az bokvágány. Vagy esetleg lehet, hogy arrafele kell tovább menni befele. És akkor itt egy ilyen nagy ívbe. Na mindegy, most akkor térképnézés jön. Na ezt nézzétek, nagy nehezen megtaláltam ám a töltést, de itt nagyon benne van az erdőben, és akkor itt ezen a dzsumbujon kellett átvágni. Ez megvan, viszont ez itt tényleg a vasúti töltés. Az előbb meg itt szaladt el mellettem egy bambi is. De ez lesz egyébként, itt van a töltés. Tehát valószínűleg ez volt valaha a vasút. Na innen már nehezebb volna visszaállítani. Vagy lehet, hogy mégsem, hanem az ott előttünk. Na, megpróbálunk itt átvágni. Ekkora bozót halt még nem volt. Én látszik, hogy a vonalbejárásoknak vannak ilyen dolgai. Itt már szúr. Ez az. Ez volt ám a töltés. És innen még egész jól megvan. Ezt nézzük, hogy... Na most menjek el arra vissza.
ahol nem találtam meg, ott a nagy gazban, nem? Tehát, de biztos, hogy ez lesz, csak most oda sem értem addig elmenni. Hanem majd a másik irányba kell, és becsatlakozik a másik vonalba. Na ezt nézzétek, ismét egy betonaljas szakasz. És itt viszont nincsenek a betonaljak még kifordítva se, hanem rendesen ott vannak. És nézzétek meg, itt a jelölés csak fordítva, tehát TU jelű betonaljak, 67-es évjárat és patiplikkel. És inkább erről jöttünk, de hát azért látszik a nyomvonal. Tehát valószínűleg akkor azért nem voltak tiplik, mert ott sem betonaljakban, mert fatiplisek voltak és kidolhattak azóta. De érdekes minden esetre, hogy itt még megvan, és hoppá, és ott egy jelző. Na ezt nézzétek. Előtűnik a gazból egy bejárati jelző. Ott pedig a háttérben egy állat megint elhúzott, és ott is van egy jelző, tehát közelítünk, és ott a... És ott egy út, és az út átjárva megvannak a sinek. Na mindjárt közelebb megyünk és megnézzük. Akkor nézzétek, itt volt az a vágány, ami sétált, amit jött végig. És itt az úton még át is megy egyébként így megnézve. De van itt mellette még egy simpán, amit észrevettem. Van egy vágányzáró sodompó is, plusz egy fénysodompós átjáró, amelyik működik. Tehát még lehet, hogy ezt a vágányt használják. Bár nem úgy néz ki, mert elég rozsdás, de... Itt van ez a telep. Lehet, hogy ez a nitrokémia, vagy nem tudom pontosan, micsoda, de itt van a... Tehát, és éget állnak itt autók is, tehát ezt valószínűleg valamire használják még. Látjátok, viszont itt azért van némi folytonossági hiány a kerítésen, tehát akár még be is lehetne menni, de most nem fogok. Ugye látszik, ott az útkerítés szét van bontva, de magánterület, úgyhogy nem megyünk be. Viszont azért ezt az útátjárót megmutatom nektek. Találok itt kimászni, ez az, a gazból. És ugye, tudok, hogy itt jön a közút, és éppen jön egy autó, és látjátok, itt van a fénysodompós átjáró is, és ez a fénysodompó működik. Szerintem arra tudok gondolni, valószínűleg kulcsos fénysodompó van. Na jó, elmegy a forgalom, akkor még talán hallotok is engem, szóval szerintem ez egy kulcsos fénysodompó. És egyébként az már az aktív vágány. Ugye majd azon fogok visszamenni, Vilonyára. De én még csinálok egy képet erről. Csak hogy megmutassuk, hogy mi itt a helyzet, ez volt az a vágány, amit bejártam, ez. És ez itt folytatódik, ezen az áthatóhatatlan dzsumbujon. Viszont van itt mellette egy másik, ami valószínűleg ugyanoda megy, és ott nincs akkor az űrszelvénybe, tehát akkor most ezen fogok menni. Bár valószínűleg ezt sem mostanában használták, de ezt biztos, hogy tovább volt használod, mert ezt nem nőtte be a gaz annyira. Úgyhogy akkor egy ilyen ezen sétálunk be. És előbb-utóbb találkozunk el azzal a másikkal, mert itt jön mellettem. És aztán meg ott a másik, ebben az aktív vágányon visszamehetünk. És ha szerencsék van, akkor még kifogunk egy termonatot, megint egy ilyen bobós vagy dácsiás. Ott van, látjátok? A betonaljak még látszanak itt. De valószínűleg úgy oda megy mind a kettő. Bár még itt is kezdeni egy kisebb dzsumbúj kinőni. És valószínűleg itt van a fénysodompó kapcsolószekrénye. Mert mi mondtam, az valószínűleg az a fénysodompós átjáró az kulcsos. És akkor itt lehet ugye lezárni. Aha. Valószínűleg ez lesz az, de nem nézzük meg. Csillány, ez egy kicsit még látok, hogy egyáltalán működik-e, azt nem tudom, hogy dadazsakon kívül más van-e benne. Bár most ilyenkor még dadazsaktól nem kell tartani, de azért az óvatosság az sosem rossz. És akkor... Most viszont úgy tűnik, hogy a másik vágány a járhatóbb. Úgyhogy most akkor lemászunk ide, és akkor ezt is megmutassam nektek. Hoppá. Hát egy-két integra alkatrész az itt van. Erről meg a másik oldal. Akkor ezt nézzétek, itt mennek tovább a vágányok. Így tovább a gazba, de hát ezt én nem fogom tudni bejárni. Meg itt ezek a nagyon szúrós növények vannak, és ott tűnik el megint. Tehát nem úgy tűnik, mintha ezt a részét már a vágánynak használnák. Tehát valószínűleg az aktív vágány az nem erre van, úgyhogy itt majd csinálok egy visszavonulót, és megpróbálok itt visszamászni.
ezeken a szúrós kis azért tüske akármiken. Össze-vissza szúrkált már eddig is. Nem lehet egyszerűen rendesen menni ezektől a szaroktól. Még jó, hogy nem járon jöttem erre. Azért mondjuk rövid nadrágban, mert már akkor már tűpárna lennék. Azért látszik, hogy a vonalbejárás sem mindig egyszerű dolog ám. A hagyományos bozótúránál csak annyival jobb, hogy eltévedni azért nem nagyon lehet, ameddig vannak sinek, mert ugye, hogyha azokat követed, nem tévedsz el, de ebben minden előnye kiismerül. Így akkor most itt ezen a viszonylag járhatón visszamászok, és majd felmegyek a másik vonalra, amint lehet. És akkor ezt is látjátok, hogy ugye itt van az egyik jelző, az megálljelzésben van, és akkor látjátok a vörös négyzetet, hogy ez a pályaszakasz járhatatlan is. Hát ahogy itt láttam, meg is tudom érteni, gyakorlatilag ki se látszik a gazból. Szóval akkor haladunk tovább erre, akkor valószínűleg ez még nem az a szakasz, amit használnak aktívan. Viszont eddig ugye ki van pucolva az űrszelvény, tehát valószínűleg a PST azért eddig gondozza. De akkor itt vonatra nem kell számítani. Na most akkor elsétálunk Vilonyáig, és elvileg ott van egy buszmegálló a vasútállomástól nem messze, tehát ott elvileg majd buszra tudok szállni, aztán bemenni Veszprémbe, vagy máskére, vagy bárhova, ahol van vonat. Úgyhogy akkor menjünk csak előre. Ez azt nézzétek, van itt egy szelvénykő is, a 31-dik, tehát 3 kilométerre lesz valami, mondjuk lehet, hogy már Vilonya, és akkor ott látjátok az is, hogy ez milyen telephely volt, ahol bevezetett a vágány, ez a Via Electrum elektromos vállalat, és valami elektromos a hajónak a prototípusát fejlesztik, a tábla, amit nem tudtam elolvasni, onnan az innen már megvan, és az azt jelenti. Úgyhogy mehetünk tovább. Valószínűleg egyébként az iparvágány eredetileg nem ide vezetett, mert láthatóan ez egy konténer épület felhúzva, itt valami más lehetett korábban. Ott viszont jön egy busz. Valószínűleg az a Via elektromos jaktok, ez később települt ide. De az iparvágányt valószínűleg nem használja. Itt pedig már fényesek a sinek, tehát valószínűleg innen már használatban van a pálya. És látjátok, még tartálykocsik is vannak bent. Ahogy látjátok, ez már a 30-as szelvény, és az is látszik, hogy itt már bizony látszik, egyenes állásban a váltó, tehát és kenve is van, tehát ezt itt használják. Az is biztos, hogy ezt itt használják, és valószínűleg azért fényesek a sinek még arrafele is egy darabig, mert a tartálykocsikat innen, amikor szállítás van, akkor kihúzzák arrafele a nyílt vonalra, vagy hát kitolat velük a mozdony, és utána megindul egyenesen. És egyet itt a 30-as szelvény, látjátok, itt már van egy nagyobb szelvénykő is. De általában ez jellemző volt régebben, hogy itt 10-esével kitesznek egy ilyen nagyobb szelvénykövet, és egyébként ugye most már ilyen kisebb táblákon is kín van. Na szóval, akkor menjünk tovább. És valószínűleg ez az a üzem, amelyik még életben tartja ezt a iparvágányt. És most is áll bent egy pár tartálykocsi, de úgy látom mozdony nincs rajtuk, tehát valószínűleg szállítás ma nem lesz, vagy pedig a mozdony később fog érte jönni. Ezt nem lehet tudni. Ja, ez az izé víztek, azt hiszem, igen. Vízitováraló vállalkozás. Igen, na szóval, amit megtudtam itt az előbb, teherszállítás ma nem lesz, de volt ma délelőtt egy, tehát délelőtt már elvittek innen egy pár tartálykocsit, hát lehet, hogyha Vilonya felől kezdem el bejárni a vonalat és Fűzfő fele megyek, akkor találkoztam is volna vele, de hát már mindegy, tehát közben. Úgy gondoltam, hogy Hajmáskért már le van sétálva a vonal Vilonyáig, tehát akkor már inkább menjünk erre. De hogyha úgy mentem volna, hogy akkor Hajmáskért, és akkor ami már jártam, lesétáltam volna Vilonyáig, akkor, és onnan így ide, akkor meg lett volna. De akkor valószínűleg ugye innen már akkor nem lesz ma szállítás, tehát akkor vonatra nem kell számolni az ülben. Meg látszik, benne állnak a tartálykocsik, és nincsen rajtuk mozdony.
itt a vízszeknek a telephelye, igen. Innen azért heti egy-két fuval szokott lenni. És még az is igaz, hogy múltkor is kedden jöttem, és akkor is volt, tehát valószínűleg a keddi nap a szállítási nap. Bármilyen ez bármikor lehet, tehát ez nem jelenti azt, hogy kétszer egymás után héten kedden volt, akkor mindig akkor is van. Valószínűleg amikor éppen úgy jön ki a lépés, de innen már látszik, hogy azért a sinek is egész újabbnak, vagy jobbnak számítanak már. Ja, tessék, itt van, nézzétek meg. 1984-es, 48-as sinek Diós Györgyből. Ugye ezt nézzétek, itt van egy fénysodompós átjáró megint. De ez is igen, tehát kulcsos, tehát itt lehet átállítani. Ez nyitva van, akkor ezt be is csukjuk, de egyébként viszont ott a vízben szekrényen meg az van, hogy AS, tehát a másik része meg azt jelenti, hogy ez automata sodompó. És valószínűleg ez még itt a régebbi. Ezt nézzétek, van itt még egy vágány, ez valószínűleg ugyanúgy a víztekbe vezet. Még valahol oda mellé, de most nem járjuk be. Majd a térképen mindjárt vetek rá egy pillantást, pontosan van meg, viszont ez lehet inkább a vegyi vizem, mert itt baromi büdös van. Videó nem viszi át a szagot, de valami rólfacsaló vizé jön ki innen. Nem is az a büdös, inkább ez a vegyszer illat. De ide meg nem vezet be vágány, legalábbis eddig nem láttam, viszont ugye így csatlakozik be a másik, ott van egy védőcsonka, és egyébként ennyi. Úgyhogy haladunk. És egyébként már a 26-os szelvényt elhagytuk, tehát azért haladás az van. És ez a váltó is egyenesbe terel. Igen, igen. De használják ezt a sínt is, mert ez is fényes, tehát azért gondolom, hogy abba az üzembe több irányból is be lehet menni. És egyébként itt is van valami. Ja, a váltókezelő őrhely lehetett itt valaha. Meg egy hátsó bejárat ide azért, hogy te vegy üzembe. Szép. Hát ez meg. Ezt nézzétek, itt van egy oszlopcsonk. Itt lehet, hogy egy jelző volt valaha. Egy jelző. Viszont itt egy egyenesben álló váltó is. Úgyhogy szerintem itt van a kiágazás, tehát szerintem ide a vegyi üzembe vezető iparvágány lehet, és ott még van egy őrhely is. Már nem hiszem, hogy van benne szolgálat, de majd mindjárt kiderül. Arra fele megyünk. 23-as szelvény menet közben elhagytuk, és ezt a váltót is használják, mert kembe van rendesen. Valamint itt ez a vágánynak azért a sinkoronája is fényes, tehát biztos vagyok benne, hogy ezt is használják. Legalábbis eddig. Vágányzáró sodompó is újnak tűnik, mind a kettő. Ja, mindjárt megnézzük. Ja, ez meg egy mérlegház, ha jól látom, tehát ez egy mérlegelő. De mindjárt közelebbről megnézzük. Ezt nézzétek, de itt még kipakolt alfa is van, és az tényleg egy mérlegház. Fú, egyébként meg itt, nem tudom, ez a baromi vegyszeres szag van, ez a szúrós szagú, nem is tudom micsoda. Nem is az a klasszikus büdös. De ilyen szúrós szagú valami. Na, csodálkoztam volna, hogy nyitva van. Hát ez egy mérlegház, itt a vagonokat lehet lemérni. Ez nyilván ez arra való, de... Láthatóan mostanában... Bár... Szerintem használva volt, sőt, igen, mert... Fényesek a csillag, hát a mérlegelni nem is szoktak, de hogy ide... Vagonokat félreállítani, vagy valamire itt szokták használni, az is biztos. De büdös van. Na jó, húzunk el innen, milyen gyorsan csak lehet, mert hosszú távon ezt a azért, bűgíts meg ezt a azért szúrós szagú vegyszert, ezt nem lehet elviselni. És ott is kiágazik még egy vágány. Hát itt azért bonyolódik a helyzet. És ott van egy vágány, azért a kapu, amelyik nyitva is van, vagy itt egy falvágány kapu, de mindjárt megnézzük. Na és akkor ezt nézzétek. Ez egy gazba veszői parvágány. De benne a telepen is szétágazik több irányba.
De hát ezt most nem tudjuk bejárni, hát az időnk is véges. Úgyhogy menni kell, az pedig valószínűleg csak egy védőcsonka. Meg ezt láthatóan nem is használják. Ugye itt a sínkodon állapotán is látszik, hogy melyik az, amelyiket használják, és melyik az, amelyiket nem. Úgyhogy haladjunk csak. És igen, ez valószínűleg csak egy védőcsonka. Itt ez el is fog tűnni mindjárt. És igen, mehetünk tovább a nyílt vonalra. És akkor itt a következő váltó, ami itt ezt az egész ipartelepet kiszolgálja, az pedig ott már a kettes szelvénykő lesz. Tehát, hát vagy hát ez vagy csak 20-as igazából a kettes. És hát ugye 2 kilométerre van Vilonya. Valószínűleg onnan van szelvényezve ez az egész. De hát majd kiderül. Na ezt nézze, megérkeztünk a 12-es szelvénybe, és itt egy 400 kV-os villanyvezeték. Legalábbis nekem annyinak tűnik. Bemegyek alá, és akkor hallgassátok, hogy aztán itt vannak álmonperek rendesen, mert úgy sisterek, mint az ítélet. Majd bejövök ide alá. Aztán nézzük, hogy halljátok-e. Ez lehet egyébként, hogy az Inotai erőműből jön, mert az közel van. Közben egyébként a villanypóznál megnéztem, ott előzoommal látszik, hogy ez a Paks litér vezeték. Hát ez Paksról jön és litérre megy. Egyébként nézzétek meg elég. És hát zúgám rendesen, tehát most éppen eléggé ki van terhelve. És így szaladgálnak benne az amperek. De, és 400 kV-os az is rá volt írva, szokta, tehát igazából ennél magasabb feszültségű vezeték az csak egy van az országban, amelyik Albertisára megy Ukrajnából. Ukrajnából jön és Albertisára megy, de az nem szokott már manapság ennyire kiterhelve lenni. De üzemben van és jön rajta áram. És aztán 750 kV-nál nagy magasabb feszültség egész Európában nincsen. De egyes, akkor haladjunk tovább. Már 11-es szelvénbe vagyunk, úgyhogy mindjárt beérünk Vilonyára. Ott, ha jól látom, akkor majd átmegyünk egy hídon. Nézzétek, a 10-es szelvénél vagyunk, úgyhogy 1 kilométer van még a Várkányból, és akkor itt egy ilyen patakon keresztül megy. Vagyis hát nem keresztül megy, hanem fölötte, de... és akkor itt megyünk tovább egyenesen, ott már látszik egy előjelző is a háttérben. Úgyhogy szerintem még egy pár száz méter, aztán ott vagyunk az előjelzőnél, aztán ugye dob egy ívet, és már akkor Vilonyán vagyunk. Úgyhogy gyakorlatilag ennyi. De hát akkor sétáljunk tovább, hát most már hamarosan oda is érünk. És akkor megérkeztünk az előjelzőhöz, 7-es szelvény, és akkor 700 méterre vagyunk. Tehát innen már valószínűleg tényleg az lesz, hogy Vilonyától van szelvényezve, hát nyilván, mert a 27-es vonalnak külön szelvénye volt, úgyhogy 700 méter, aztán ott vagyok az állomáson. Úgyhogy hajjá, hát innen már nincs messze, és valószínűleg már a nagyobb érdekesség nem is lesz. De előbb-utóbb be fogunk kanyarodni a 27-es mellé, amit meg már az előző videóban láthattatok. És akkor megérkeztünk Vilonyára. 3-as szelvény, és látjátok, itt van a bejárati jelző, viszont látjátok, érvénytelenítve is van, tehát az állomáson már nincsen szolgálat, ezért bejárati jelzők érvénytelenítve vannak. Még az is lehet, hogy nem is működnek. Hát amikor legutóbb erre jártam, akkor éppen fújt itt a szél, és ez nagyon lengette ezt a zőt, de ott van a másik, a 27-es vonal felé érkező jelző is. Meg ott van előttünk egy tojás jelző is. Ami hát most így hirtelen nem tudom megint, hogy az mit jelent, de ezzel a jelzéssel már találkoztam egy pászolói vonalbejárások alkalmából. Csak úgy hirtelen megint nem jut eszembe, hogy ez most mi akar lenni. De hát majd ti megmondjátok, remélhetőleg. És
hát akkor nyilván akkor itt van a 27-es vonal. Itt a villanypásztor is ugyanúgy megvan. És hát elképzelhető, hogy ugye, hogy teherforgalomban itt beleszaladhatunk a 27-esen, mert ja, ugye mondom, Papkeszi így van, tehát lehet, hogy belefutunk, bár ahhoz hatalmas nagy szerencse kéne. De hát most sokat nem fogok rávárni, hát inkább van, hogy maximum most ránézek az emigen, hogy jelezze valamit a vonalon, de sok reményt nem fűzök hozzá. Már legutóbb is az volt, amikor eljöttem kedden vonalbejárásra Papkeszire, és másnap ott volt a hatos nohab. Szerdán Papkeszén már fotózták a hatos nohabot. Úgyhogy végül is minden lehetséges. Na szerintem ez meg ugyanaz a patak, amin már egyszer ugye átjöttünk ma. Csak a másikos útvonalon. Hát nem lehet tudni. És elvileg itt majd az átjáró után kell jobban menni, és ott lesz a busz megálló. Úgyhogy azt már mindjárt azt is megnézem. Meg ránézek az emigre, hogy van-e valami erre. De hát nem hiszem, nagyon nagy mázni kéne hozzá, hogy itt most kifogyok egy tehervonatot. Úgyhogy valószínűsítetően akkor ez a vonalbejárás, ez ennyi lesz. Most itt ez már 27-es vonal, de itt van mellettünk a másik, az iparvágány, a fűszőgyártelepre, amin eddig jöttem, meg amit most bejártam. És hát akkor nagyjából szerintem akkor ennyi, akkor itt le is zárhatjuk a dolgot. Úgyhogy akkor ez a vonalbejárós téma, ez most ennyi lett volna. Hát ahogy a szokásos vonalbejárós tematika volt, most éppen akkor is sikerült így kimaxolni itt a 27-es környékén mindent. A fűszfejgyártát még lehet, hogy vissza fogok menni majd egyszer megnézni, hogy ott azok a gazba végződő vágányok lehet, hogy még folytatódnak valamerre. De hát most mindenre nem volt idő. Ugye azért itt el kell érni a buszt, úgyhogy nagyon nem lehetett most még arrafele is elkavényelni, mert lehet, hogy nézzem a térképen, ott még folytatódnak a sinek, elég messze kuszott, még bevezettek egy telepre. Tehát ott még lehet, hogy lett volna valami érdekesség, de az majd legközelebbre marad. Úgyhogy akkor egy ilyen, akkor tudjátok, köszönöm, hogy ezt a videót is megnéztétek. Írjatok kommentet, most nem is mondom azt, hogy like meg dislike, azt úgy is tudjátok. Írjátok meg kommentbe, az egyszerű, mert annak több értelme van, mint pusztán a lájkoknak, diszlájkoknak. Úgyhogy ha valami nem tetszik, írjátok le. Lehetőség szerint majd próbálok változtatni rajta, hogyha valamit esetleg rosszul csinálok, mint ahogy a előző 27-es vonalbejárásnál is ugye voltak az építő elég kritikák. Hát nyilván és igaza is volt részben, tehát nyilván az ilyenekből tanul az ember, úgyhogy nyugodtan írjátok meg. Azt nem mondom, hogy küldjetek donétet, de mert nem kötelező, meg nem is kéne kérde senki, de hát nincs is megtiltva, szóval ugye nyilván lehet. Igazából eddig azt hiszem, hogy egy PayPal-es donation jött valami 300 forint, tehát nyilván, de hát azt is köszönöm, persze, hát nyilván mindennek örülünk, ami jön meg nyilván a szuperchaten voltak, akik küldtek, de hát az megint más téma. Úgyhogy akkor mondom, akkor ez ennyi. Aha, ja, hátam mögött itt a 27-es vonal, és akkor itt van ténylegesen fizikailag is vége annak a vonalnak, amit eddig bejártam. Úgyhogy, sziasztok!